aki lát. A közhiedelem szerint a jazz és a folk réteg műfaj. De mi van, hogyha kiviszik az emberek közé? Vajon ráér ez a közönség? Erre keresi a választ a Zenélő Csallóköz program. Stábunkkal utána jártunk, hogy is működik ez. A két szemét még most is látom, könny nélkül sírt, csak nézett vádló egy perc. A színpadról egyértelműen sugárzik, hogy élvezik a zenét. Ezek szerint a jazz egy igazi örömzene? Igen, mindenképp örömzene, hiszen az elsődleges cél az, hogy olyan emberek jöjjenek össze, akik igazán szeretnek együtt zenélni, és ha ez megvan, működik az úgynevezett kémia, akkor azt hiszem igazán nagy csodákat lehet a színpadon létrehozni. Ehhez nagyon jó, hogy olyan zenészek állnak mellettem, körülöttem, akik nagyon inspirálóak, és mindenben nagyon-nagyon motiválnak engem, az éneklésben is, és azt hiszem, hogy így ez legalábbis bízom benne, hogy lejön a színpadról, hogy jól érezzük magunkat, és igazán élvezzük a zenélést. Mikor lesz én nékem szép szabad életem? Szabad életem, mikor a babámat kedvemre ölelem. Mit jelent ön számára az, amikor jazzt énekelhet? Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem vallom magam jazz énekesnőnek egyébként. Mondjuk úgy, hogy egy nagyon sok stílusban kipróbáltam magamat, és így valahogy kialakult ez az én stílusom, ahogy énekelek, és ha körbevesznek a jazzzenészek, akkor ott igazán jól érzem magam. Az is látszódott, hogy a zenekar tagjai között nagyon jó az összhang. Ennyire élvezik egymás társaságát? Igen, mindenképp. Azt hiszem, hogy a zenélésben nagyon fontos, hogy ne csak a színpadon legyünk egymás társai, hanem a mindennapokban is igazán jó baráti kapcsolat legyen köztünk, és én azt hiszem, hogy ez nálunk mindenképp megvan. Ön köztudottan jazzzenész, de sok más műfajban is játszik. A jazz a legmagasabb létszám, amit meg szeret ugrani? Így van, a jazz, amit legjobban szeretek, összes stílus közül, de ugyanúgy minden más közel áll hozzám, de ez a legnagyobb kihívás számomra a jazzzene, amit imádok legjobban. Az a mindenem, aztán persze jöhet minden más, de a jazz az, ami legjobban kihozza belőlem ezeket az érzéseket, amit át tudok adni a hangszeren keresztül. Vannak-e példaképe, akiknek dalait szereti feldolgozni? Vannak persze, amelyeket már föl is dolgoztunk, Kenny Garrett, egy amerikai szaxofonos, sok régi ezek a nagy példaképek, akik vannak, Dexter Gordon, és a többi, ez a nagy szaxofonos, vagy a régi jazzzenészek, azoktól nagyon sokat játszunk így feldolgozásban. A dalok saját szerzemények, feldolgozások, vagy mindkettő? Ez mind feldolgozás volt, egyik sem volt saját szerzemény, de mi dolgoztuk föl mindet. Thank you.
Mi az eszenciája ennek a zenekarnak? Az eszencia a zenekarnak? Az eszenciája a három különböző műfaj ötvözése. A mi nekünk a kedves műfaj, az azt jelenti, hogy a népzene, melyik az anyanyelvünk, a komoly zene és a jazz, improvizatív musika, ennek az eszenciája, az eszencia zenekar. Ennek a három műfajnak az ötvözése nagyon magas minőségi szinten, fantasztikus nemzetközi szintű muzsikusokkal, hisz szlovák-magyar csapatról beszélünk, ez az eszencia zenekar. A zenekarnak közismerten ismert tagjai vannak. Mi hozta össze őket? Muzsika. Jó muzsika. Szerettünk volna együtt muzsikálni, olyan zenét, ami nem általános, amit nem általánosan hallunk, rádióból, tévéből, egy különleges tényleg zenei stílusikorot kialakítanunk, és minden ember, aki meghallgatja muzsikánkat, ennek tanulja, és koncertjeinken tényleg vannak, akik sírnak, vannak, akik nevetnek. Pont az, ami a zenének a lényege, hogy ösztönözze az embereket, hogy gondolkodjanak, hogy érezzenek valamit. Ez nagyon, nagyon fontos számunkra. Ez a zenei vágy, mindenki kipróbál egy kicsit más vizekbe evezni. Ez ösztönözi az embereket, az eszencia zenekar tagjait, hogy együtt muzsikáljunk. Szerint, hogy ez mennyire népszerű a felvidéki lakosság körében? Hát ez egy jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy van mit tenni az ügyér. Általában ez egy összetett kérdés, mivel ott nincsenek nagyon ilyen jazzklubok, ahol az emberek minden pénteken vagy szombaton leülnek és hallgatnak jazzzenét, ezért nincs kialakítva az a kapcsolat a jazz és a egyszerű ember közt, hisz jazz az emberek számára egy olyan különleges dolog, ami úgy gondolják, hogy érinthetetlen, olyan, mint a komoly zene, de még különb szerintem a jazz muzsika. Nagyon nehéz, szóval nagyon kevesen tudnak jó muzsikálni jazz zenét. Istennek például a mai föllépő, a Sipos Dávizok pont ellenkezője, fiatalok, felvidéki muzsikusok, akik európai szinten muzsikálják a jazzt, és én úgy gondolom, hogy minél több ilyen lehetőség lesz, hogy megmutatják a széles közönségnek, hogy a jazz az nem egy olyan dolog, amit nem lehet hallgatni, vagy megérintetetlen, egy teljesen olyan dolog, mint mondjuk egy, mint én tudom, akármilyen zene, amit hallunk a rádióban. Csak egy kicsit le kell ülni, gondolkodni kell, hallgatni kell, nem táncolni közben. Szóval ez egy olyan zene, amihez oda kell tenni magát az embernek, de amikor megismeri és megszereti, akkor nem engedi. Mi alapján választanak zenét, amit aztán feldolgoznak? A magyar népzene az alapvető forrás elsősorban, illetve klasszikus zenei elemek és néhány
műben jazz is megtalálható. Amikor összerakják a zenét, mindenki hozza a saját maga stílusát, és abból ötvözik össze? Azt gondolom, hogy a mostani formáció igazán különleges abból a szempontból, hogy mindenki bele tudja tenni a saját stílusát, és valahogy így saját magunkra formálódik az egész zene, és ez így nagyon izgalmassá teszi a hangzást. Nem, én csak egyet szeretek, mégis de sokat szenvedek, az az álom éres legény, csalta meg a szívemet. Szeged felől, jön egy fekete felhő. Szaladj, kislány, mert megver a nagy eső. Mit tennék annak érdekében, hogy a jazz mint réteg műfajt népszerűsítjük? Szerintem a jazznek az ötvözése más zenei elemekkel nagyon izgalmassá tudja tenni ezt a műfajt, és így esetleg tágabb hallgatóközönséget tud magához vonzani. A jazz köztudottan bonyolult zenei műfaj. Mitől annyira bonyolult? Azt gondolom, hogy a harmóniától, illetve a poliritmikus elemektől, ami megtalálható ebben a zenében. Rengeteg hangszer található meg benne, de melyik a legkülönlegesebb ön szerint? Szerintem a vibrafon nagyon ritka hangszer, és kevesen játsszák, de megtalálható jazzben is, épp úgy, mint klasszikus zenében, vagy akár a különböző más változatai a vibrafonnak, például a marimba vagy a xilofon. Viszont a cimbalom is egy érdekes eleme lehet a jazznek, hiszen az népzenéből érkezik, viszont nagyon kevés cimbalmat látunk jazz műfajban, de Magyarországon ez megtalálható, és szerintem ezt jobban kéne népszerűsíteni, hiszen rendkívül érdekes a hangzása ennek a hangszernek. Ja Istenem, adj egyet, soha se kérek többet. Ja Istenem, adj egyet, soha se kérek többet. Jaj, nékem a világ, megbolondult a kilát. Jaj, nékem a világ, megbolondult a kilát. Ja Istenem, adj egyet, soha se kérek többet. Ja Istenem, adj egyet, soha se kérek többet. Jaj, nékem a világ, megbolondult a kilát. Jaj, nékem a világ, megbolondult a kilát. Jaj, nékem a világ, megbolondult a kilát. Jaj, nékem a világ, megbolondult a kilát.